Bár az időjárás az elmúlt napokban nem volt éppen focista barát, a tervezett munkát elvégezte a Nyíregyháza Spartakusz. Zorán Svisják vezetőedző a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, céljuk az, hogy a bajnoki rajtra egy szintre hozzák a játékosokat. A januárban érkezett szakember számára ugyan nem voltak ismeretlenek a nyíregyházi futballisták, a közös munka során értékes tapasztalatokat sikerült gyűjtenie. Ismerkedő helyét volt, de ugyanúgy azt mondanám, hogy én már ismerem ezeket a játékosok, volt játékos, vagyis vannak játékosok, akik már voltak velem, dolgoztak velem, sokat meccseltünk. Vannak új játékosok, vannak fiatalok. Ez a 8 nap, ami munkában volt, nagyon hasznos volt, mert sokat tanultunk egymásról, sok információt összegyűjtöttünk, úgyhogy már lassan kezdett kialakulni a váza csapatnak, ugyanúgy a terheléseket is kapták, mert közben, úgyhogy azt mondom, hogy a csapat, mint csapat épül, az a rendszer, amit elkezdtük építeni, vagy indítottunk, az már mutatja az eredményeket, akár az edzéseken, akár az edzések után. Sok elemzés volt, sok beszélgetés volt, sok munka volt, úgyhogy azt mondom, ezeket a napokat nagyon maximumra tudtuk felépíteni, és sokat tudtunk belőle kihozni. Nagy mozgás nem várható a játékos keretben. Az ősszel 8 gólt szerző Pekár László távozott, pótlásáról még nem született döntés. A csapatkapitány szerint az összeszokottság lehet a Spari egyik erénye. Egy játékos távozott, illetve hát bízom benne, hogy 3 játékos teljes értékűen felépült. Az nagy erősítést jelenthet nekünk. A csapat gerince az adott, ezt kell jól megerősíteni a felépülő játékosokkal, illetve talán 1-2 poszton elfér a csapatra az erősítés. Biztos vagyok benne, hogy ez előnyünkre fog válni, hogy a maga az megmaradt. Én azt gondolom, hogy ez a jövőre nézve reményt ad annak fejébe, hogy sikeresebbek leszünk. Jelenleg 12 utánpótláskorú játékos szerepel a Spari keretében. A cél az, hogy minél több hazai kötődésű fiatal jusson játék lehetőséghez. Az a cél mindenhol, hogy felkerüljön, és ez egy nagyon jó cél, de itt óvatosságot is szem előtt kell tartani, mert lehet a túlzottan elhamarkodott, úgymond a felnőtt csapatba történő betevés, az akár egy törést is okozhat a fiataloknál. Persze célunk az, hogy az akadémiával szorosan együttműködve dolgozzunk, de folyamatosan, tehát monitorozva a játékosokat, és nézni azt, hogy a felnőtt terhelés az milyen hatással van rájuk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tehetség van az akadémián. Ugye az egész magyar labdarúgásban olyan tehetségek, akik mondjuk nem annyira látványos tehetségek, de hosszú távon kifizetődő velük dolgozni. Nyilvánvalóan persze türelem kell hozzá. A Spari szombaton 11 órától a Balmazújváros fogadja a Városi Stadion műfüves pályáján. Vasárnap 2 hétet Törökországba utazik a csapat, ahol 5 edzőmeccsen csiszolhatja formáját Zorán Svisják együttese.